Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az április 8-ai választások után letette a hivatali esküt a miniszterek sora, közéjük tartozott természetesen az új agrárminiszter Nagy István is. Én azt gondolom, hogy üdvözölhetjük ezt a döntést, Orbán Viktor miniszterelnök úr döntését, hiszen ő már bizonyított, tekintve, hogy az elmúlt időszakban a Földművelési Minisztérium államtitkáraként dolgozott. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos mezőgazdaságért felelős alelnöket tisztelte, köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Azért szólítom meg önt, illetve önöket, hiszen az köztudomású, és ez így van rendjén, hogy a kamara a agrártárca legfontosabb partnere. Nyilván ott van a MAGOSZ, nyilván ott vannak a terméktanácsok, de az alapvetéseket a legtöbb magyar agrárgazdát képviselő szervezet önöké mindenképpen. Nos, a Nagy István egy nagyívű bejelentések sorával jelentkezett, és ezeket vesszük gorcső alá, hogy a kamara képviseletében miként vélekednek önök erről, hiszen ez alapjaiban meghatározza a következő 4 esztendőt bizonyosan, vagy akár még tovább is. Nos, hát ugye azt tudjuk, hogy az Agrárminisztérium, Földművelési Minisztérium jelenleg újra a vidékfejlesztéssel is foglalkozhat, tehát a feladat köre bővült, azt hiszem, hogy ez komoly előrelépés. Ahogy játékosan fogalmazom, ez egy központosított összpontosítás a vidékre, az agráriumra. Miként vélekedik erről a döntésről? Az Agrárgazdasági Kamara örül annak, hogy Nagy István úr lett a miniszter, aki az agrárügyekért felel, hiszen, ahogy szerkesztő úr is mondta, ő az elmúlt években már bizonyította azt a fajta gazdaközpontúságát és vidékközpontúságát, amivel meggyőződésem, hogy az a valóban nagyívű program, amit a miniszteri meghallgatásán mondott el, és hát a jegyzőkönyv közel 80 oldalba rögzíti ezeket, és ebből csak impressziókat, apróbb részeket tudunk ma megbeszélni, bár fontos a részeket nyilvánvalóan, az nagyon szépen tükrözi azt a jövőképet, amit ő gondol, és tevékenysége során mindenképpen a vidéknek szán. Igen. Fogjunk neki, én azt javasolnám. Kezdjük a legfontosabbal talán, bár itt mind fontos. A versenyképesség növelése elengedhetetlen. A versenyképesség a jövőnk létalapja. Az Agrárgazdasági Kamara is számtalanszor ezt megfogalmazta. Tehát az ehhez kapcsolódó oldalágak, mint oktatás, edukáció, a gazdáknak a továbbképzése, innovatív technológiák bevezetése. Ez mind-mind ebbe a témakörbe tartozik, és miniszter úr is érintette ezeket. El kell mondani, hogy véleményünk szerint az elkövetkező évtizedekben a legnagyobb változást a tevékenységbe, a tevékenység minőségét illetően az agrárium fogja átélni, hiszen már az elmúlt években is a digitalizáció, az ezzel kapcsolatos információ özön, az jelen van az agráriumban. Tehát a drónoktól kezdve számtalan jelzőig egészen addig, hogy ma már egy mobiltelefonon is láthatjuk a gépnek a működését, terhelését, fordulatszámát, hagyd ne soroljam az összeset, ez szó szerint milliónyi adatot jelent. Tehát az automatizálás, ha úgy tetszik, a mesterséges intelligenciának a jelenlétét pont a gazdák fogják megkövetelni azzal, hogy ennek a tömérdek mennyiségű adatnak a kezelése, ezeknek gyakorlatilag a tanulmányozása, a folyamatoknak a meglátása, ebbe kell
már behozni olyan technikákat, ami nem köti le az embert, hiszen sok emberre lenne szükség, hogy ezeket megnézze a folyamatokat, a számítógép vagy mesterséges intelligencia az alakítsa ki, pótolja azokat a puzzle hiányokat, amik ebben vannak, és hát a gondolkodó ember a maga szürke állományával tud igazodni az előző év adatai alapján a következő évhez, és ez a jövő, ami a agráriumra vár, és a gazdák nyitottak erre a kérdésre, hiszen mind többen, és nap mint nap alkotó módon használják ezeket a digitális technológiákat, és kellő eredménnyel. Ne feledjük, hogy a fejlődés, a fejlesztés alappillére letéteményese maga az ember nyilvánvaló, és a gép. És a fejlődés záloga viszont tetszik, nem tetszik a pénz. Tehát amikor a támogatói döntésekről beszélünk, illetve a támogatási rendszerről, akkor fontos. Ugye tudjuk, hogy számtalan döntés megszületett, erről beszéltünk már számtalanszor, a kifizetésekre még ideig, óráig várni kell, de ez így rendben van. De hogyan lehet ezt tovább vinni? Hát ma már ugye arról beszélünk, hogy a jelenlegi ciklusnak a vége felé minden egyes forintot használjunk föl, vagy eurót és eurócentet, ugye a gazdák innovatív támogatására és a versenyképesség növelésére. De figyelő szemeinket már bizony a 2020 utáni időszakra kell vetnünk, ahol a legkülönfélébb elképzelések alakulnak annak rendje módja szerint Brüsszelbe, ugye a támogatások radikális csökkentésétől migrációs költségek bizonyos fedezéséig. Egyelőre azt kell mondanom, hogy a magyarországi tárgyalópartnerek, kamarát is beleértve, jól állják a sarat e tekintetbe, hogy lényegesen a jelenlegi álláspontok szerint nem fog csökkenni a támogatás nagyságrendje. Természetesen, ahogy szokták mondani, a részletekben van elrejtve sok minden, és a részletek vonatkozásában mi továbbra is mellette vagyunk annak, hogy a kétpilléres támogatásmód legyen meg, tehát semmiképpen ne tűnjön el a termeléshez kötött támogatások része, mert ugye az első rész az értelemszerűen a földterülethez kötött támogatás, és mindenképpen szeretnénk elérni azt, hogy amíg jelenleg ugye kihasználatlanul ott levő legelők nagy részén a földalapú támogatásokat fel lehet venni állat nélkül, ez a későbbiekben ne következhessen be. Jelenleg viszont nem lehet módosítani rajta, hiszen akkor termeléshez kötött támogatássá devalválódna, vagy válna, ez így pontosabb kifejezés, ugye a földalapú támogatás, ezt pedig nem szabad elveszteni. Következésképpen mindenképpen az Agrárgazdasági Kamara a vidék fenntartható képességének megőrzésére, a természeti erőforrások megőrzésére, ennek a harmóniájára alapozva, a szinergiákat erősítve a legelőkön állatot szeretne látni gazdálkodókat, nem pedig földalapú támogatást valamilyen módon felvevőket, és itt egy nagyon fontos kérdés, hogy messze kiállunk, és ezt mind inkább célként tűzzük ki, hogy a földnek a tulajdonosa az azonos legyen a föld használójával. Ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzés. Természetesen, mint bármilyen matematikai képletben vannak olyanok, amik a 100%-ot soha nem fogják elérni, de törekedünk arra, hogy ez a döntő többségbe azonos legyen, mert ekkor lesz az az egyensúly meg, amiben igenis elmondhatjuk, hogy a gazda a legjobb állatvédő, a gazda a legjobb környezetvédő, hiszen ezeknek a betartásával tudja csak hosszú távon a nyereségét megtartani, kiszámíthatóvá tenni, és bizony ezt soha nem szabad elfelejteni.
megnyugtat, hogy derülátó, hiszen az elmúlt időszakban Brüsszelből kaptunk ilyet is, olyat is, ahogy ön is említette, hogy a migrációs pénzeket a KAP-ból szándékoznak elvonni. Aztán most egy-két napja pedig azért a brüsszeli bürokrácia is megnyugtatja azokat az országokat, akik élesen tiltakoztak ez ellen. Úgy tűnik, hogy ezek szerint jó úton járunk. Viszont milyen utat választ a kamara, illetve az agrárgazdaság az öntözés fejlesztésére? Nagy István arról is beszélt, hogy a jelenlegi 85 ezer hektár öntözés az nagyon-nagyon kevés, tehát minimálisan 200 ezer hektárra szeretné bővíteni a közeljövőben az öntözhető területeket. Ehhez viszont nagyon sok minden kell, tárgyi feltételek, anyagi feltételek, és nem csak akarat. Nagyon sok minden kell. Örömünkre szolgál, hogy miniszter úr azt is megjegyezte, hogy a legutolsó időben az agrárgazdasági kamara mérte fel, még a ciklus elején, majd pedig jelenleg az öntözési igényeket. És ezeket az öntözési igényeket olyan formába öntötte, hogy valóban jelenleg 144 ezer hektáron van, 1000 hektár van berendezve öntözésre. Na most, hogy melyik milyen állapotban van, ez ugye azért kérdőjeles, de valóban ezt a 80 ezer hektár körülit öntözzük. Tehát eleve azt sem tudjuk kihasználni, amelyik berendezett terület. Ezért teljesen egyetértünk a miniszter úr álláspontjával, mely szerint ezt radikálisan növelni kell. Tehát igen, itt mondhatunk 300 ezer hektárt, világos. 500 ezer hektárt, nyilván a feltételrendszer összessége az, amit majd figyelembe kell venni, de a kamara kijelentette, hogy az elkövetkező 20 évben az öntözött területeknek a nagyságrendjét közel 1 millió hektárra kell emelni, hiszen a termésbiztonságnak gyakorlatilag az alapja kapcsolódó jogszabályok. Kapcsolódó jogszabályok egy kicsit túlmutatnak az öntözésen, de az Agrárgazdasági Kamara az osztatlan közös tulajdon megszüntetése vonatkozásába is kérvényezni fogja és javasolni fogja az öröklési jogszabályok földügyekbe való módosítását. Én most nem akarom elmondani a spanyol, francia vagy bármelyik, vagy holland módszereket, vagy netán a német modellt. Mindenütt nem a birtokok elaprózódása a cél, hanem a gazdálkodók támogatása. Tehát egy egységes birtokszerkezet kialakítása elengedhetetlen. Elengedhetetlen, és ebben miniszter úrnak teljesen igaza volt, és igaza is van, de hát ebben nem is volt véleménykülönbségünk, hogy a fél hektáros, negyed hektáros, pár négyzetméteres, szó szerinti, osztatlan közös tulajdonnal rendelkezőknek meg kell nyitni a lehetőségét, hogy eladhassák, felajánlhassák, ha kell, ezeket a területeket, hiszen a nem tartható állapot az, hogy szó szerint 15 négyzetméternyi terület eladásába az ügyvédi költség többszöröse, ugye annak, amit értékesíteni fog, és ezért nem is történik meg, tehát itt egy generális változás lesz, nagy valószínűség szerint teljesen összhangba az agrártárcával, amelyik a öröklési családjogi törvény ilyetén való módosítását is fogja jelenteni. Az öntözésnek ezen kívül természetesen vannak támogatás. Egy dolog a víz alatti, a felszín alatti vízlelőhelyek felhasználása, kihasználása. Abban mi a helyzet? A felszín alatti vizek vonatkozásában a kamarának elég egyértelmű álláspontja van. Természetesen meg kell őrizni az ivóvízkészletet, a természetes vízbázisainkat, ez a jövő nemzedékeinek is a természeti kincsét képezi. Viszont azok a kutak, amelyik a talajvíz öntözésére kerültek kialakításra, amik legfeljebb engedélyezési, eljárási problémákkal bírnak, ezeknek a használatát a kamara álláspontja szerint és engedélyeztetés 21-ig ki kell tolni. És 21-ig kell határidőt adni a gazdáknak, hogy a engedélyeztetési eljárás
EU által megfogalmazott, meglehetősen bürokratikus rendjének valamilyen módon eleget tegyenek. Tehát a kamara álláspontja az, hogy ami használható és hasznosítható, azt ne keverjük össze a természeti értékeinkkel, mert a másik az zárt és szent, nyilvánvaló, ilyen értelemben a jövő nemzedékének, de ami felhasználható és nem rétegvíz, annak a öntözésre való felhasználását mindenképpen javasoljuk is. Természetesen ahhoz, hogy az öntözés megvalósulhasson, nagyon nagy értékű beruházásokra van szükség. Itt a kamara álláspontja az, hogy az elkövetkező időszak támogatási rendszerében el kell felejteni az öntözés tekintetében ezt a 30-40-45, maximum 50%-os támogatási szinteket, hiszen ezzel nem fogunk tudni lényegesen előrelépni az öntözés tekintetében, hanem igenis 80-75%-ig kell felmenni a támogatás szintjébe, a tekintetbe, hogyha öntözési beruházást fog valaki megvalósítani, és ez alapján lehet csak elvárni, hogy valami történjen, és visszatérve az öröklési jogszabályokhoz, amennyiben ez megváltozik, akkor ki lehet már alakítani azt is, hogy milyen tulajdonba kerülnek azok a öntöző csatornák, amelyik létesülnek, ki fogja azokat karbantartani, milyen módon történik, és milyen módon lehet elrendezni, hogy ezek ne körkörösen kacskaringóba menjenek, mint néha az útjaink és vasútvonalaink, mert valaki nem járult hozzá annó évszázadokkal ezelőtt a ott való elvezetéshez, hanem igenis a víz, mivel tudjuk, hogy lefelé folyik, és ezt a newtoni törvényt még nem lehet megváltoztatni, vagy csak igen költséges módon, ezért bizony ezeknek a kisajátítása meg kell, hogy történjen, és hát a gazdáknak az érdekeit is figyelembe véve bizony az öntözéshez terület szükséges, és ezeknek a jogszabályi háttereknek a kialakításába a kamara nagyon is komoly szerepet kíván, és vállal is az elkövetkező időben. Tehát ez a jövő. Nos, akkor lépjünk tovább. A termelői csoportok kialakítása, illetve elterjedése egyre inkább alapvetés. Talpontja lehet a jövő agrárgazdaságának. Ezt miként ösztönzi a kamara? Mit szeretne tenni ebben a kérdéskörben? Én szerintem a termelői csoportok kialakítását és az egységes termékekkel való megjelenést, tehát a horizontális és vertikális integrációkat pillanatokon belül a digitális technológia meg fogja oldani. Ezzel most lehet, hogy nagyon újat mondok, és mivel a szerkesztő úr azt mondta, hogy a saját véleményemet is megfogalmazhatom. Egyértelmű. Ezért ez nem kamarai állásfoglalás. Természetesen ösztönözni kell, tehát csak egy gondolatra visszatérve, ugye a kamara állásfoglalása az ilyetén való integrációkat meg is teszi a kamara, de azért lássuk be, hogy a különféle szövetkezések a világban szerves fejlődéssel azért háromféleképpen történtek. Egyiket ismerjük, Magyarországon is bekövetkezett erőszakos úton. El kell felejteni, egy rossz történelmi szituáció volt, nem jöhet elő. A másik szélsőség az, mint az új-zélandi is, amikor azt mondják ott Joe-nak, hogy Joe, ennyi a jövedelmed, és mutatok egy X mennyiséget, ezt megduplázzuk, ugye szövetkezni akarsz. Elnézést a szóhasználat, egy Joe biztos, hogy a homlokára csap, és azt mondja, hogy hát hogy ne akartam már gyermekkoromtól is, ezt szerettem volna. Utána van a szerves fejlődés, amikor senki nem akar senkivel szövetkezni, de a közgazdasági anomáliák, az időjárási anomáliák rákényszerítik a szövetkezésre. Ezt Európa ezen részébe felejtsük el. Azért felejtsük el, mert itt soha nem szabad a magyar gazdát kitenni a kamara, és élen jár ebbe, hogy tönkre menjen, hogy azáltal kényszerüljön a szövetkezésre, mert tönkrement és éhezik, vagy nincs jövedelme. Tehát ez itt nem megvalósítható. Tehát akkor valamiféle technikai megoldás kell, hogy legyen, az pedig az általam előbb említett digitalizáció. Hiszen azáltal kicsi és nagy azonos minőséget fog produkálni. Hiszen ezek a szenzorok ezerrel fogják mondani, hogy a növény már szomjazik, az állat éhezik, stb. Stb. Hiszen ma már ilyen pici szenzorokkal telihet rakni jószágot és területet. Innentől kezdve
akár kicsi, akár nagy, odafigyel ezeknek a szenzoroknak a jelzéseire, azonos, egységes, minőségű, jó minőségű terményt fog előállítani. Innentől kezdve pedig szinte adódik az, hogy ezeket a terményeket összeszedve, akár horizontálisan később feldolgozva, a szövetkezések meg fognak valósulni. De amíg ezt nem érjük el, mert ez nyilvánvaló, azért még több mint egy évtized messzeségbe lehetséges, addig is minden támogatást a szövetkezésre és a szövetkezések elősegítésére természetes fejlődés útján a kamara meg fog tenni és javasolni fog. Kell, hogy beszéljünk a kárenyhítési rendszerről, hiszen a piaci kockázatok egyre nőnek. Az XXI. Század velejárója, az éghajlatváltozások, egyéb, bármiről is beszélünk. Mit lehet ez ügyben tenni? Kellően moderne, kellően 21. század a magyar kárenyhítési rendszer? Hát a magyar kárenyhítési rendszer folyamatos fejlődését a kamara figyelemmel kísérte, mert emlékeztünk vissza, hogy volt egy kárenyhítési alap, amelyben természetesen folyamatosan kevés pénz volt, több oknál fogva, erre most nem akarok kitérni. Lényeg az, hogy mára egy igen komoly jövedelemkiegyenlítő rendszert képez a növénytermesztés vonatkozásában. Ez még tovább fog fejlődni, hiszen a kamara támogatja a bólusz-márusz rendszernek a kialakítását, kiveszi sokszor igénybe, annak esetlegesen a befizetési költsége is nőhetnek, ki nem, de ez egy nagyon alapos tanulmány után jöhet csak létre. Viszont nagyon erőteljesen rávilágított az állattenyésztésbe előforduló járványok, és ezeknek a bekövetkezése arra, hogy az állattenyésztők pedig nem részesei ennek a rendszernek. Tehát ma már, és ezt miniszter úr is említette, egy jövedelem kiegyenlítő rendszer, ami túlmutat a kárenyhítésen, ennek a bevezetését a kamara miniszter úrral együtt nagyon-nagyon fontosnak tartja. Kezdő lépéseket évekkel ezelőtt mi tettük meg. Nagyon örülünk, hogy miniszter úr ezt a programot felvállalta, és ezáltal a szinergiákat egyesítve, a vektorokat egy irányba mutatva szerintem komoly megoldásokat és előrelépéseket tudunk az elkövetkező időben e tekintetben megfogalmazni, hiszen a folyamatos jövedelem biztosítása, a kiszámíthatóság az a gazdalétnek egy nagyon fontos alapja, és nem is tudjuk másképp a vidéken tartani a munkaerőt, és nem is tudjuk másképp gyakorlatilag vonzóvá tenni az egyébként csodálatos mezőgazdasági termelést. Igen, magam is így gondolom, és éppen ezért csodálkozom, amikor a számokat olvasok, statisztikákat nézegetek, és azt veszem észre, hogy egyre csökken a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, nehéz helyzetben vannak a szakiskolák, holott, ahogy számtalanszor beszéltünk róla, európai szintű a mezőgazdaságunk, európai szintű bérekkel, nagyszerű körülményekkel, és egyre inkább úgy gépesítve, hogy az vonzó lehet bármely fiatalnak. Mit lehet ennek érdekében tenni, mert ez tényleg szörnyű helyzet? Mindenképpen rendkívül fontos a munkakörülményeknek a biztosítása és pozitív értelmű biztosítása. Ezen kívül természetesen a kiszámítható, stabil, magas jövedelemnek a biztosítása, és elengedhetetlen az oktatás nagymértékű megreformálása olyan irányba, ami el is kezdődött, tehát a duális képzéstől kezdve a gyakorlati oktatási elemeknek a mind közelebb vitele a természethez, nem csak a természethez, a gazdálkodókhoz. Hiszen felejtsük már a természethez is természetesen, de a gazdáknak munkaerőre van szüksége, de kész munkaerőre van szüksége. Tehát azt valahol meg kell szüntetni, hogy egy hallgató
egy szakközépiskolát végzett, egy traktorossá váló, amit azért mondok ilyen óvatosan traktorossá váló, mert ma már ugye a joystickkal a kezébe szupergépkezelő, és nem traktoros a hagyományos értelemben, aki ott fennül a gépen, és egy csomó információval még gazdagszik. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy ugyanannyi időt a gyakorlatba töltsön el, hogy valóban gyakorlati szakemberré váljon. Tehát az oktatási intézmények és a gyakorlat még közelebb hozása és kész szakemberek, szinte kész szakemberek kibocsátása a gazdálkodók számára. Amennyiben ez megvalósítható, ehhez persze az kell, hogy az iskolákban is napra kész oktatói gárda legyen, valóban olyan gépek legyenek a betanulási folyamatokban, amelyik magas szinten új technológiákat képviselnek. Bocsánat a szóhasználat, mert egy kiváló gép volt, de azért ma már nem használhatók, régi MTZ-k, és hogy ne mondjam, nem ezen kell megtanulni ma már a traktorozásnak a művészetét. Most más munkaművetre ne is beszéljünk, hiszen ez csak egy szegmens a mezőgazdaságnak, állattenyésztőstől kezdve növénytermesztésig, ugye számtalan új technológia van, és ebbe a kamara nagyon fontosnak tartja azt a féle tájékoztatást, amivel a mezőfalvai ZRT is egy kicsit magunk felé is hajoljon a kezünk. Május 31-én egy nyílt napot tart a Szarvasmarha telepen, ahol óvodások, általános iskolások több százan megismerik azt, hogy megismerik a tej útját, hogy hogyan kerül be a takarmány a telepre, hogyan fogyasztja el az állat, és hogyan kerül ki majd az a tej, amit feldolgozva a boltok pultjai meg fognak találni. Egyrészt egészségesen fogják tudni fogyasztani, másrészt pedig lehetséges, hogy közülük páran az állatszeretetet is látva elkötelezetté válnak a tekintetben, hogy később egy ilyen telepen töltsék el a munkásnapjaikat. Ez is így van rendjén, én megerősíthetem, hogy tekintve, hogy tavaly jártunk, egy nagyszerű rendezvény, és idén is természetesen beszámolunk róla. Nos, köszönöm, hogy megtisztelt, és én azt gondolom, hogy a beszélgetésből is kiderült, hogy a legfontosabb feladatunk önöknek, nekünk, mindnyájunknak, hogy megerősítsük, a paraszt a mezőföldön nem lehet szitokszó. És nem csak a mezőföldön, Magyarországon sem. És ezért mi tehetünk önök kell együtt a legtöbbet, és azt gondolom, hogy jó úton járunk. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, folytatjuk az Agrárinfót. Változás történt a Nóhegyi Szent István borlovagrend vezetésében. 14 esztendő után elköszönt Bognár Zoltán nagymester, Renner László kancellár és Vinci József, illetve Renner László főborász és Vinci József kancellár. Új vezetőség van, egy rövid bejátszást nézzünk meg, miként is zajlott le ez a váltás. A Nóhegyi Szent István borlovagrend tavaszi tisztújító közgyűlésén lejárt nagymesteri mandátum a végén, Bognár Zoltán nagymester leköszönt 14 év óta tartó megbízatásáról. A régi vezetésből 4 ciklust követően távozott Vinci József alapító kancellár és Renner László főborász is. A jövőben is támogatom a vezetést, mint egy mentorként az új elnök nagymester urat, és a többi tisztségviselőt is. Azt hiszem, hogy a múltunk a minőség iránt kötelezett el bennünket, és hát tele vagyunk ötletekkel, kitárulnak a lehetőségeink, úgyhogy ezt szeretnénk folytatni a jövőben. A borlovagrend új elnök nagymestere Mészárovics Imre, megtartva a borrend hagyományait, szerepvállalását a borkultúra elterjesztésében, mindent megtesz azért, hogy kitágítsa a Nóhegyiek program kínálatát. Megtiszteltetésnek vesszük, hogy ránk esett a választás, természetesen érezzük ezt a felelősséget. Nyilvánvaló, hogy egy 15 éves múlttal rendelkező borrendnek vannak önmagának is hagyományai, amiket folytatni szeretnénk, de természetesen az alapszabályunkban meghatározott célokat szeretnénk folytatni. Nyilván lesznek változások is az eddigiekhez képest, legyen ez tartalmi vagy formai elem a munkánkban, amit kiemelten szeretnénk megvalósítani és folytatni,
az pedig az Öreghegy múltjának a megjelenítése. Elsősorban itt most a Szabad Művelődési Ház keretei között, legyen az egy kiállítás, vagy legyen egy lehetőség, hogy feltárjuk még azt, hogy kik is szőlészkednek, borászkodnak itt az Öreghegyen. Véleményünk szerint sokkal többen, én ezt személyesen is megtapasztaltam, sokszor körbejárom itt a hegyet, és azt látom, hogy igen, sajnos idős házaspárok ugyan, de még nagyon sokan szőlészkednek kisebb, ilyen hobbi szőlészként, borászként. Mi ezeket nagy tisztelettel szeretnénk felkarolni, és közösséget teremteni velük. Tehát ez azt jelenti, hogy szeretnénk behívni őket a kultúrház keretei közé, és ez az első elem, amit most meg is teszünk, megrendezzük az Öreghegy borversenyét, tehát túl, amit eddig szoktunk az utóbbi években valósítottunk meg, ezek az ünnep bormustrák, ami most már a 9. volt. Mi most a bormustrák mögé oda teszünk egy borversenyt, és célunk az, hogy ezt kiszélesítsük Székesfehérvár egész területére. Ez lesz a következő lépésünk a jövő évben. Erre már folynak egyeztetések az önkormányzattal is. Kapunk olyan segítséget, hogy a Fekete-hegyen, vagy az Őrhalmi szőlőknél nem borrendek jönnének létre, hanem úgynevezett borklubok, akikkel mi szeretnénk kibővíteni a tevékenységet, azaz kapcsolatot teremteni. A végső cél az, hogy tudomásul kell venni, hogy Székesfehérvár gazdaságföldrajzi szempontból olyan helyen helyezkedik el, hogy jön felénk az országos bórút, megy Mór irányába mondjuk, és átmegy Székesfehérváron. Na most tudni kell, hogy azért a Velencei tó, ha nem is Székesfehérvár közigazgatási területe, de ha ezt egy kicsit kibővítjük, akkor bizony itt több száz hektár szőlő létesült az elmúlt 10-15 évben, és mi azon leszünk, és ezt fogjuk támogatni, segíteni, hogy Székesfehérvár fölkerüljön a térképre, mint szőlészeti, borászati egység is, hogyha nem is lesz meghatározó, vagy nem is lesz talán olyan kiterjedésű, mint mondjuk Mór, bár megjegyzem, hogy a múltját tekintve, ugye nem elfelejtendő, hogy itt valamikor 500 hektár szőlő volt, meg több ezernél is több pince, több mint 2000 birtok, ez ma már nyilvánvaló elképzelhetetlen, ezért is gondolom azt, hogy kibővítve a területet a Velence-tó irányába, igenis ez a régió alkalmas arra, hogy fölkerüljön a borútra. A közgyűlésen megválasztották a leköszönő Vincz József kancellár utódját, és a jövőben Dinnyi és Ferenc szolgál ebben a minőségben. Azt szeretném, hogy legalább olyan jó munka legyen, mint ami eddig volt, és ahol lehet még feszesebbé tenni a borrendnek a működését, kancellárként elsősorban a borrend működéséért, a tagok és az elnökséggel való kommunikációért, a hivatalos ügyek intézéséért és a szervezésé vagyok felelős. Azt gondolom, hogy az eddigi jó munkák, amik a borrendünknek a hírét erősítették, azok továbbra is hasonló módon fognak történni, és azt szeretnénk, ha még nagyobb kapcsolat, még szorosabb kapcsolat lenne a borrend tagsága és a környező lakosság között. A főborász tisztséggel járó felelősséget a jövőben a Csóbor Pincészet szőlészborász szakembere, az új generáció képviselője, Csóbor Balázs viseli. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy engem választott a közgyűlés Rendel László utódjának. Megpróbálok minden fronton helytállni, időt szakítani, és legalább úgy csinálni a feladatokat, ahogy Rendel úr végezte. A rendhagyó sajtótájékoztatón Bognár Zoltán megköszönte a székesfehérvári sajtó munkatársainak, hogy szakmailag hiteles beszámolókkal segítették a Borlovaglend munkáját, a város kulturális és turisztikai kínálatának gazdagítását szolgáló rendezvényeiken. Köszönjük, köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten pénteken ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!